Az idei múzeumok éjszakájának vezényszavai lehetnének a következők: a népi kultúra, a méz, a méhecske, a maci és Túri György pallosa, de haladjunk sorrendben, milyen kiállításhoz és milyen tematikához fog kapcsolódni az idei rendezvény. Diazala, a méhek terített asztal, a méhészkedés Nagykanizsa környékén című időszaki kiállításunk nyílt a Múzeumi Világnapon május 18-án, és az idei évben ehhez kapcsolódnak a Túri György Múzeumok éjszakája programjai, és így a méhészkedés, a méz, mint táplálék, és mint egészséges táplálék, és a méhviasz, mint a háztartások, a népi háztartások fontos kelléke kerül előtérbe. Eljön hozzánk az Ambrózia méz lovagrend is, és a gyermekeknek a méhészettel, méhecskékkel kapcsolatos mindenféle foglalkozást tartunk. A hagyományos kincskereső kalantúra, ami 16 órától kezdődik, lehet regisztrálni, már várjuk a csapatokat is. Ehhez kötődik Keresd a bűvös mézes bödönt címmel, várjuk a gyerekek jelentkezését, egy izgalmas, interaktív vetélkedőn vehetnek részt. Természetesen ez egy családi nap, ezt mindig hangsúlyozom, úgyhogy akik eljönnek, a felnőttek is találnak maguknak kikapcsolódást. Lehet méhviasz gyertyát készíteni. Külön készítettünk a felnőtteknek egy nagyon izgalmas totót, ami a kiállításhoz és a méhészethez kapcsolódik. Lesz méhészeti bemutató is az udvaron, és a este 8 órától pedig fő programjainkat a népzene és a néptánc uralja. Eljön hozzánk az Alagyöngye néptánc együttes 8 órától 9 óráig a Prímadíjas, ez a Prímadíjas néptánc együttes tart bemutatót itt a múzeum főút 5 szám alatti udvarán. Ezután a Bojtár népzenei együttes zenél és táncházat is tart, majd pedig éjfélig a Pántlika néptánc csoport tropja. És ebbe fog belekapcsolódni 11 óra körül a tűzugrás, ami a múzeumok éjszakája, a 11. múzeumok éjszakája tekintetében ez lesz az első, hogy a tűzugrás is megrendezésre kerül, és ez a lehetőségek éjszakája, úgyhogy a Szent Iványéhez kapcsolódva várunk mindenkit, és aki átugorja a tüzet, annak az elképzelései, tervei, reméljük, hogy valóra válnak, úgyhogy mindenképpen jöjjenek el hozzánk. És lebonyolítjuk az idén másodszor az Éjszaka a Múzeumban programot. Itt az állandó kiállításunkban életre kelnek majd a történelmi korszakok, és beöltözött a Honvéd Kaszinó Városi Diák Színpadának önkéntesei fogják várni a látogatókat korabeli, minden történeti korszakhoz kötődő ruhában. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon érdekes és izgalmas program lesz. Hajnalig lehet sétálni ezután a múzeum kiállításaiban. Ez tényleg a múzeumok éjszakája. A Plakátházban és a Kiskastélyban is látogathatók lesznek a kiállítások. Ott 24 óráig várjuk a kiállítás látogatókat, de itt a főúton, ameddig érdeklődés van, addig nyitva maradunk. A központi és az ünnepélyes megnyitónkhoz kötődő program az 18 órakor lesz, és egy nagyon fontos erekje kerül bemutatásra. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításában mai nap is látható Túri György pallosa, ami a történeti kutatások alapján minden bizonnyal Túri Györgyé volt, és átalakításra is került. A markolata is, ez egy komoly keleti fegyver, ami valószínűleg hadizsákmányként került Túri György birtokába, és a fogadjúját, a markolatát átalakította a saját kezére, tehát minden bizonnyal használta is. Tehát a történeti kutatások igazolják, hogy ez valóban a Túri György által használt, a magyar nemzet szempontjából is egy kiemelkedő műtárgy, ami a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona, és most erre az egy éjszakára ide kerül Nagykanizsára. Múzeumok éjszakáján megemlékeztek tehát a Dunántúl oroszlányáról, de ha már oroszlán, akkor Maci, egy felhívással is éltetek itt a sajtótájékoztatón, szívesen vennétek, hogyha a látogatók macikkal érkeznének, de milyen formában, hogy kell ezt elképzelni, és mi célból? Igen, az idei évben a Múzeumok éjszakájának a mottója, amit még nem említettem, minden, ami méz, egy nap barátok nélkül olyan, mint a bödön egy csepp méz nélkül, és ehhez kapcsolódva meghirdettük
azt a meghirdetjük a Mackó barátok találkozóját, ami a barátságot és a közösségi élményt szemlélteti, aki 16 óra és 17 óra között medvével érkezik a múzeumba, természetesen nem élő medvére gondoltunk, hanem az ő kedvenc kis plüssére, kedvenc tárgyára, akkor őket egy ajándékkal várjuk, tehát mindenki, aki Mackóval érkezik, ajándékot kap, készül egy közös fotó a színpadon, és a legkülönlegesebb Mackót a díjátadáson a 19 óra 15-kor kezdődő eredményhirdetésen díjazzuk. Még nem tudjuk, hogy milyen szempontok szerint lesz ez a külön díj kiosztva, mert úgy gondoljuk, hogy majd akkor döntjük el, hogy melyik Mackó lesz a legkülönlegesebb.